Vannak a motorozásban olyan kifejezések, amitől a falat kaparom. Kaptam egy ilyen üzenetet. Szia Dodor! Remélem nem idegesít, ha írok. Az alapvetően nem. Ha, e, csak azt szeretném most mondani, hogy képzeld, meg volt ma az M3-ason a 750-esemmel a 299 óra szerint. Gyár átétellel 14 ezeret forgott 6. fokozatban, 15-től piros a fordulatszám tartomány, de nem húztam már tovább, nem volt még csutka gáz persze az óra szerinti 2.99 eléréséhez az is hozzájárult szerintem, hogy most jön az, amit szeretsz, 64 kg vagyok és 174 centi, mert nagyobb darab ember alatt nem megy ennyit. Jaj, jaj, ez ilyen, ez az óra szerint mire van áttételezve a motor? Mert hogyha gyári áttételű lenne, akkor, akkor sokkal kevesebbet csalna igazából. Ezek a, ha ez egy 750-es gsx -er volt, mert azt nem írtad, csak azt, hogy a 750 eseddel mentél, hogy ez most egy régi VFR 750 volt, vagy egy Kavazé 750, ami le van az 5000 féle 750-es lehet. De hogyha mondjuk ez egy XR 750 volt, amiből nekem volt 4, akkor azt most mondom, hogy soha nem mutat gyári átételezéssel 2.99-et. Körülbelül azoknak a végsebessége ilyen 2.60-2.70 között van, azt is beleszámítva, hogy újkorukban, amit tudnak végsebességet motorok, hogyha azért jól meg lett hajtva, nagyon sokszor is van benne egy kis kopás, azért veszítenek egy pár kilométer per órát a végsebességükből 10-15 évesen, nem tudom mondom, nem írtál semmit. De alaphangon egyébként annyira értelmetlen ez, hogy mennyit megy óra szerint egy motor. Hát most már mindenkinek van a zsebében okos telefon töltse le egy GPS-es alkalmazást, nem egy katonai vérpontosságú valami, amivel egy centiméterre pontos támadást le lehet, meg lehetne hajtani, végre lehetne hajtani, de alaphangon azért, azért tud mutatni valamennyire a, meg, a valósabb adatot, mint egy csalós óra. Az, hogy te 64 kg vagy 174 centi, ennek sok köze nincs a végsebességhez, mert ez csak út kérdése, hogy esetlegesen alattad hamarabb forogja ki a hatodik sebességfokozatot, de hogyha valaki nem 64 kg, hanem 94 kg, az ugyanannyit fog venni a motor. Mert a váltó attól, hogy hány kiló ül a motoron, és van hely, hogy kiforogja, az nem változik, érted? Az ugyanannyit tud forogni. Ja, Isten! Óra szerint. Miért, akarnak egyébként, miért hiszik el az emberek azt, hogy hogy egy, egy 1000 köbcentis, 180-190 lóerős motor megy mondjuk 300-305-öt a valóságban, egy 750-es, ami 50 lóerővel kevesebb, az meg négyel kevesebbet. <laughs> Ezt miért? Még amikor sok évvel ezelőtt kipróbáltam az RSV4-et, az Ápliának a V4-es motorját, 321-et mutatott a kilométer óra, GPS méréssel az volt 308 km per óra. 13-at csalt gyárilag, valós 300 fölött. Amikor egy óra csal 30-at, <laughs> nincs leártételezve, srác, az a gép. Nézz utána is. Felejtsétek el ezt az óra szerinti faszméregetést. Nulla értelme van. Nulla.